Nem annyi dolgoztam, nem dami osztam. Mondja egy szabadkai nő. Sokan panaszkodnak a pénztelenség miatt, örülnek, ha élelmiszerre is rezsire telik. Ritkán tudnak élvezeti cikkeket vásárolni. Preživljam kaj sa kaj. Ako nemam dodatne zarade sa strane, drugače ne može. Házbért nem fizetek, rezsit, vásárolni ilyen valami cipőt, vagy olyasmire nincs. Nem jut rá. Sokan még a ruházati cikkeket is több havi lefizetésre vásárolják. A boltokban így tudják megtartani a vásárlókat. Naši klijenti se uglavnom odlučuju za kupovinu jeftinih artikala koje imamo u našoj ponudi, dok se za one malo skuplje odlučuju za kupovinu putem sindikalnih kredita. A háztartási kellékekre sem jut több a családok havi költségvetéséből. De mi se nešto od uređaja trenutno u kući pokvari, morala bi da igram loto. I da čekam. Kako? U današnje vreme jedino kredit ili čekovi građana. Gotovina, to je sve tako teško da... A technikai cikkeket árusító üzletekben megcsappant a vásárlóerő. Leginkább lefizetésre vásárolnak az emberek. 6 havi részletre tudnak csekkekkel vásárolni, kamat nélkül. És vannak olyan kölcsönök is, ahol az évi kamat 10% körül mozog. Dinár alapú kölcsönről van szó. Éves szinten az átlagos vásárlóerő Európa 42 országában lakosonként 12.890 euró, Szerbiában pedig 3.032 euró. A lista első helyén Liechtenstein áll, ahol az éves vásárlóerő lakosonként több mint 58.000 euró, vagyis az európai átlag 4,5-szerese. A 42 ország közül az utolsó Moldávia, ahol a lakosok az európai átlag alig tizedét költhetik évente, vagyis 1284 eurót. Szerbia a 34. helyen végzett.